Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke híradón kezdete előtt nem sokkal elmondta, RMDS-es miniszterelnök vezette kormányt javasolt, amely 6 hónapig irányítaná az országot. 6 hónap múlva lehetséges, hogy a politikai felek közötti árkokat be lehet temetni, most túl kell vészelnünk a telet, mondta. Klaus Janis államfő a tárgyalásokon felhívta az alakulatok figyelmét néhány kulcs tényezőre, amelyekkel kiemelten foglalkozni kell. Mint mondta, fontos a járványhelyzet megfelelő kezelése, az emelkedő energiárak jelentette probléma kezelése, továbbá az uniós helyreállítási alapból Romániának járó összegek lehívása. A tárgyalássorozat lezárultával az államfő kijelölte Románia miniszterelnökét. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș.